A képzésen résztvevők számára a mesterlevél megszerzése az eredeti 220 ezer forintos költség helyett mindössze 60 ezer forint volt. A kamara legutóbbi mesteravató rendezvényén 45 fő vette át az oklevelet, akik az élet számos területéről érkeztek a képzésre, mondta el Pekó László, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kereskedelmi és iparkamara elnöke. Magyarországon tudjuk, hogy elég komoly gond van a szakmunkásképzéssel, szakképzéssel, és jó döntés volt az, hogy a gyakorlati képzést rávisztuk mesterembelekre. 10. szeptember 1-től már csak mesteremberek végezhetik a szakmunkás tanulóknak a képzését. Magyarul, tehát gyakorlatorientál próbáljuk tenni a szakképzést. És hál' Istennek kamarészre elmondhatom, hogy 2015 évben a 19 szakmában 280 fő kap mesterlevelet úgy, hogy vagy 100%-ban, vagy legalább 80-90%-ban támogatást szereztünk hozzá. A szakképzési törvény értelmében csak azon szervezetek folytathatnak gyakorlati képzést, ahol az adott szakmában mestervizsgával rendelkezik az oktató. Sokan ezért döntöttek a továbbtanulás mellett. Ám voltak, akik csak ismereteiket kívánták bővíteni. Én nyáron azért iratkoztam be, mert van már pincér szakmunkásvizsgám, és jelenleg egy iskolába tanítok, ahol technikát is egyben, ahol a pincéroktatásnak is a csinyát binyával próbálkozok, igaz, élelmiszerlap ismertet tanítok és vendéglátó gazdálkodás, de szeretném a gyerekeknek átadni a tudásomat, és ennek a bővítése véget gondolkoztam, hogy egy kis továbbképzésre beiratkozok. Az oklevél megszerzéséhez egy közel 5 hónapos gyakorlati és elméleti órákat tartalmazó képzésen kellett részt venniük a mesterjelölteknek.